konkrét közéleti és politikai egy óra áltények mellébeszélés és jóslás nélkül böcskei balázs műsora napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Böcské Balázs vagyok, és külön köszöntöm a reggeli ismétlés hallgatóit. Remélem mindenki jól érzi magát a nyári hőségbe. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki a Balatoni Nyár című ö, számra szocializált, ez a Foref Club nevű zenekar talán. Ez ugye nagyon sokszor ez, ez, meg is látszik a mentális állapotomon, hogy ezt a dalszöveget ezt sokkal jobban tudom, mint egyébként az kulturálisan, vagy bármilyen értelemben is indokolt lenne. Aki viszont már itt nevetgél mellettem, az Bezsenyi Tamás kriminológus, azt is mondhatnánk, hogy a havi Bezsenyi Add meg nekünk ma, bocsáss meg a vétkeinket. Ugye volt -e bocsáss meg a bocsáss a vétkeiket, talán, talán ezzel a címmel biztos volt, hogy kriminológiai könyv, Tamás kriminológusként ülsz itt, mint oly sokszor. Igen, hogy szépen. miért, Miért jöttél? Arra választ fog adni a mai témánk. Sok mindenről szó, a Balatoni nyárral fogunk kezdeni. A, nyilván neked is van élményed a, a Balatoni nyárról, de a hallgatók nem erre kíváncsiak az élményedre. <laughs> elég, hogyha a tiédet megismerték. De Azért. Igen, én is a Szív TV-ben hallottam ezeket a klippeket. <laughs> Ez még egy erős tartalom volt a Szív TV említése. Amikor a Balatóról beszélünk, a kriminológusnak mik azok a kulcsavak, cool tudod, ilyen, amik a szociológusok föl szoktak skiccelni egy, egy ilyen fókuszcsoport után a leggyakrabban elhangzott kifejezések. Kriminológus, szociológusok a fejébe a Balatonról. mi az, ami eszébe jut? Hát ahogy egyébként általában a szociológus is csinálja, úgy csinálja egy picit a kriminológus is, tehát előszeretettel importál át más tudományterületekről, kifejezetten a természettudomány területéről kulcsszavakat, és ezért szeretünk relatív növekedésről beszélni, vagy valami fajta intenzitásról. Ugye itt alapvetően az a, az a lényeg, hogy ez egy bűnözésileg érzékeny terület, ez megint egy, egy ilyen kicsit homályos, és nem az analitikus gondolkodást elősegítő fogalom készlet, amiről most mi itt beszélünk. Nevezetesen ez azért van, mert alapvetően a Balaton egy nagyon széttagolt egység, ha a Balatont úgy egészében nézzük. Persze egy ilyen széles körben lehet azt mondani, hogy mondjuk a Velencei Tó és más turisztikailag frekventált helyeket össze lehet vetni, és abból a szempontból homogénként lehetnek kezelni a Balatont. Ugyanakkor például nem csak a déli part és az északi part megkülönböztetése az, ami fontos, hanem például siófok miatt, illetve az egész akaratjai üdülő rész, ami sokkal közelebb van ugye a fővároshoz, illetve a Székesfehérvárhoz, az, azt is egy külön egységként szokták kezelni. Alapvetően itt arról uh, lehet beszélni, hogy szezonálisak a, a bűncselekmények a, a, Balaton környékén, és elsősorban um, a, a, legfontosabb, amit mindig ki szoktak emelni, azok a vagyonelleni bűncselekmények, és a vagyonelleni bűncselekményeken is belül a lopások. Na ezt akartam mondani, mert ugye mi ki jár rosszul a Balatoni strandon, az, akinek ott kell maradni a cuccok, amiközben mások bemennek a vízbe, ugye mindig valakinek. Pontosan valakire rá kell bízni az értékeket. Valakinek rá kell... Ez még mai napig egy reális veszély. Tehát vannak -e erre vonatkozó statisztikák. Tudom, hogy most nem a rendőrségi statisztikákba fogunk elmélyülni, amire értem, hogy a megismerés, megismerhetőségről kevésbé fogunk szótejteni, és hogy mindig ma vannak önök, akiknek be kell nyelniük azt, hogy ott vannak a cuccok mellett. Igen, most ez, amit kérdezel, ez azért nagyon fontos és problematikus, mert hogyha mondjuk a hallgatók arra lennének kíváncsiak, hogy például Budapest területén, közigazgatási területén belül hogy helyezkednek el például az utcai rablások, vagy adott esetben a, a zseblopások, akkor arra nézve se lennének pontos adataink. Noha egyébként azért a főváros közigazgatási területén belüli helyrajzi számok, vagy bármi egyéb, egy, egyetlen az utcafront, az, hogy milyen házszám előtt történik, az sokkal pontosabban megadható lenne. Mi egy kollégámmal még korábban próbálkoztunk erre nézvést, és a legtöbb kerületi adat teljesen eltérő. Valahol csak az utcát jelölték meg, valahol próbáltak házszámot jelölni, valahol csak azt mondták, hogy a térhez közeli részén történik. Az, el, az elkövetés. Na most ez a Balaton esetében még problematikusabb, hiszen mondjuk egy ö, korábban még létező szabadstrand esetén, vagy ö, egy hotelnek a, 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 az a kiszögellésén, ahol mondjuk van egy csúzda és ö, egy, egy fürdőrész, nagyon eltérőek ezek az információk, ráadásul a balatonnál ezekre nincs olyan típusú akarat, vagy nem az volt a fő cél, hogy ezeket ö, nagyon pontosan ö, gombostű ö, ö, élességgel be lehessen lőni, hanem inkább az, hogy hogyan lépjenek föl ellene. És igazából ebből fakadóan a, a strandokon elkövetett ö, ö, lopások és betöréseknek nem csak az a fontos, hogy ott van egy látenciája, tehát hogy adott esetben nem is jelenti be az elkövető, hanem egyszerűen az, hogy nagyon-nagyon mozgás, nagyon nagy a fluktuáció, nem biztos, hogy akkor veszi észre. Ez persze a budapesti Aha. esetben is igaz, de amit te mondtál, tehát ez, hogy mindig van ott valaki, és állandóan hurcibáljuk az értékeinket, ugye erre ö, nézvést persze lehetne azt mondani, hogy akkor erre egy pontos adataink vannak, de hogy ne én se a rendőrségi statisztikákkal un, ö, untassalak téged, hát a ö, elég említeni Bödöcs Tibor stand aki ugye azt mondta, hogy mint egy szervkereskedő találkozó úgy néz ki a, a Balatoni strandok helye, ugye mindenki egy ilyen közlekedik, és valamilyen zacskóval vagy ruhával letakarja az értéktárgyait. és feltéptél egy sebet, mert amit, amit, amit megint nem tudtam elvésen, ez a, amikor rám a, a, hogy hívják, a hűtőtáska viselésen, hogy egy, ki, egy alacsonyabb gyerek, hogy az mindig neki vagy a bokájának a cucca végén. Tehát, hogy, de Pontosan. azért remélem az, ami jó is eszembe itt a valatoni nyaralásokról. Minden Mindenazonáltal viszont, ha most téged hallgatlak, akkor azokat, amikor olvasuk azokat a híreket, hogy hát a lopások száma megnőtt siófokon itt, meg itt, meg itt, akkor azokat természetesnek kell venni, hiszen egy, egy strandot befogni, azt védeni, a, ott megelőzni a lopásokat, hát hogy is mondjam, mint a tűt a szénak az alba keresni, mert itt azért trükkösen, ugye mondok egy példát, hogy elgurul a labda, utána mész a labdának, és amikor felszeded, akkor fölveszel vele egy mobiltelefont is. Például ugye nyilván ez is egy nagyon fontos dolog, bár azt is hozzá kell tennünk, hogy ennek egyébként a, a... Az aranykora az nem a mai ö, időszak, hanem még az 50-es, 60-as évek, amikor ennek nagyon nagy népszerűsége volt. Ebben az időszakban, de majd nyilván később beszélünk erről, ott, ott, ott ennek volt egy aranykora, ma is ö, ö, jellemző ö, ez a fajta elkövetés, vagy kisebb stikliknek az elkövetése, de valójában az, az is egy fontos szempont, amit kevéssé szoktunk ismerni, hogy a, hogy a, a, ezeknél a, a strandoknál próbálnak nem csak kamerával dolgozni, hanem adott esetben biztonsági személyzettel is. Ez nyilvánvalóan még nem feltételezi azt, hogy itt teljesen kiszorulnának ezek a bűncselekmények, de az is nagyon igaz, hogy az embereknek a, a jelentős része a, a le a strandra csak éppen annyi például pénzt fog vinni, amennyiről tudja, hogy elkölti. És ez egy azért nagyon fontos dolog, mert ez tényleg az utóbbi 10-20 évnek a terméke, és egy kicsit ugyanolyan, ahogy én, amikor ö, még fiatal srác voltam, az öreg zsaruk mondták nekem egy-egy vendéglátóipari egység, hogy na, na nézd, Tomi, az bizony egy alkoholista. És mondom, miért? Nézd meg, pontosan ki van számolva, hogy mennyi pénzzel jött le. És az a pénztárcája pont annyi pénzt vitt le, amennyit el is akar költeni. Na itt ugyanez a, a helyzet van, és nyilván azokat a személyes holmiai ami, ami értékre okot adna, vagy, vagy, vagy adott esetben a, a, a bankkártyáját nem fogja levinni, ha meg le is viszi, akkor is ugye ö, sokkal kisebb eséllyel tud abból az elkövető ö, pénzt csiholni, ha csak úgy, nem, hogy mondjuk egy dohányboltba bemegy és 5000 forint alatt paypass fizet, de akkor meg ugye ott van róla a kamerafelvétel. Hmm. Mielőtt elmerülnék a 90-es évekbe, hogy az aggódi, aggódó családi szülői kérdések arra vonatkozólag, hogy hogy jaj, mi lesz a gyerekkel a Balaton éjszakába. Mit tudunk, majd nagy a Balatoni éjszaka az mindig, mindig egy ilyen veszélyes éjszaka, vagy az annak, annak hogy megjelent a gasztroturizmus és minden más, hogy leoldódik a kádárrendszer és leoldódik a 90-es évek politikai kapitalizmusa, úgy tisztul a Balaton éjszaka. Más típusú bűncselekmények jelennek meg, vagy egyáltalán az találkozik a bajjal, aki, bele, aki keresi, nem pedig véletlenül beleszalad. Hát azért ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert alapvetően még mindig bele lehet szaladni. Tehát, hogy azért, hogyha megfigyeljük a Balaton környékén a mai napig előfordulnak, és akár a, a különböző megyei online folyóiratok, vagy napilapoknak a, vagy internetes portáloknak a hírei így is eljutnak azok, hogy milyen garázda bűncselekmények voltak. Ő is be volt rúgva, az ellenfél is be volt rúgva, és egymásnak estek. Ez azért a mai napig így van. Az egy másik kérdés, hogy a Balatonnak az a fajta Húzóereje és magnetizáltsága, amit említesz, az valóban a 90-es évek voltak, illetve a 90-es évek, mint úgy emblematikus korszak volt. Ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a, az a fajta valuta ésség, amiről előszeretettel beszéltek már akkor is a közgazdászok a rendszerváltás előtt, ez ugye apró pénzre úgy lehetett leváltani levá, ott a, a, a környéken hogy effektíve azok a személyek, akik turistaként odajönnek, vagy akár csak egy hétvégére lebumliznak a fővárosból, vagy a környező nagyvárosokból, ők ott persze próbáltak pénzt elkölteni, de az is egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű és gyors tapasztalatuk volt, hogy itt bizony lehetne pénzt váltani, pénzváltásból élni, és nem csak helyi vállalkozóknak a potenciáltjai, hanem adott esetben a fővárosról kiszoruló, mondjuk egy melléküzemákban megszorul ember, Vagy aki mondjuk csak vitorla ö, ö, kölcsönzéssel foglalkozott, vagy vízi bicikli kölcsönzéssel, az elkezdett például valutát váltani. Valutázó bicikli kölcsönzők, ez most nagyon kemény lesz. Ez egyébként tényleg ö, ö, viccesen hangzik, de valóban volt ö, volt így. Ez annyira igaz, hogy egyébként Diósi Pál, ö, szociológus, ugye, aki a, a, a rendszerváltás előtt először a prostituáltakról a 80-as évek dereken, majd aztán a rendszerváltás környéki években pedig a taxisokról és a fuvarozókról csinált egy-egy. Mondjuk úgy, hogy a Csalog Zsolthoz hasonló olyan interjús kötetet, amelyben nagyobb teret engedett a, a beszélgetőnek, mint mondjuk ö, ma egy-egy interjúban egy-egy újságíró, ahol hosszabb a kérdés, mint a válasz. Ezekben ugye ki lehetett bontani egy narratív szerkezetet arra nézvést, hogy hogyan is gondolkodtak ezek az emberek. És ő tervezett egyébként egy Balatoni vállalkozókkal kapcsolatos kötetet, ami sajnos soha nem készült el. Ennek persze én, amikor interjút csináltam vele, most már sajnos nem ér Isten nyugosztalja, de ő, ő azt mondta, hogy ennek volt egyfajta ilyen financiális problémája, hogy hogy az akkor hirtelen megváltozó könyvpiacon a rendszerváltás után nem volt feltétlenül olyan ember, aki ezt már pénzelni akarta volna, illetve hogy a szenzitív dolgokkal is dolgozott ez a kollega, már mint a Diósi, és ott viszont előfordult, hogy, 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 hogy bizony sárkányrepülővel foglalkozó személy, vagy akár más tevékenységet korábban autófényezéssel dolgozó ember lement és valutát váltott. Miért fontos ez? Azért, mert az állam által működtetett valutaboltok egy-egy frekventált nap esetén is és előfordult, hogy mondjuk már délbe le kellett húzzák a rolót. Magyarán szólva délig tudta azt a fajta forgalmat, azt a valuta forgalmat ellátni ez a bolt. És onnantól átvették a terepet ezek az informális csoportok. Nem azért, hogy trükköket adjunk és tippeket adjunk a alternatív valutázóknak így a nyára, de akkor mit is jelentett ez a pörgetés, mert ugye a valutázás és a pörgetés az együtt jár, Gondolom nem csak a szimpla valutázók jelennek meg, hanem akik egyébként pörgetik is ezt a dolgot. Itt van egy fogalom Igen, ugye két dologra is kell gondolni egyébként egyrészt a pörgetésnél. Az egyik az például az, hogy azok a személyek, akik valutaváltással foglalkoztak, azok, azok, is egy picit, ha tetszik, ugyanolyanok voltak, mint a prostituáltak. Magyarán volt bennük egy, ki kellett nézniük egy spotot, egy helyet, az általában valamilyen közterület volt, vagy valamilyen boltnak mondjuk a hátsó része, ahol egyébként a parkoló autók, a boltba bemenő parkoló autók utasai volt lehetett gyorsan találkozni, és könnyen. Na most ők kiválasztották ezeket a helyeket, ahonnan ők egyébként megpróbáltak egy helyre gyűlni pontosan azért, hogy védetté váljanak arra a nézvést, ha mondjuk egy rendőr vagy valamilyen rendőri egység le akar rá csapni. A másik, ami miatt egyébként ö, ö, ne, tekinthetjük őket egy ilyen szenzitív pozícióban lévő embereknek, az az, hogy az nem magától értetődő, hogy oda fog menni a turista, mert nem biztos, hogy tudja, hogy ott vannak az emberek. Ergo, azok a butikosok, ruhaüzletesek, ö, felfújható krokodil. Már csak az lett volna. Például, pontosan, igen, igen, igen. Jó, de hát maga az is dolog is, ami ugye csak ilyen 50-150 centiméter hosszú volt, és természetesen a családapa volt az első, aki lelógott róla. Tehát egy teljesen, ezt abszolút megértem egyébként, egy ilyen tényleg egy egy, egy borzasztó helyzetet ö, 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 tudott ö, ö, előállítani, de hogy ezek az, ezek az árusok ö, konkrétan Kapcsolatban voltak ilyen emberekkel, és vagy adtak egy pontos leírást, hogy hova menjetek, vagy adott esetben megbeszéltek velük egy találkozót, hogy ide fog jönni ez az ember erre és erre a helyre, és akkor itt tudsz nála váltani. Ugye ez azért volt nagyon fontos, mert ez azt feltételezte föl, hogy ezek a butikosok is érintettek. A másik, amiért ez nagyon fontos volt, az az, hogy nagyon sok butiknál és boltnál, ami a Balaton környékén volt, maga az állambiztonság és a bűnügyi rendőrség is nagyon gyorsan le, levette, hogy itt bizony egy csomó ember valutáért vásárol, illetve nem tud forintért vásárolni, és az az, az, az egyszeri árus pedig nem átalja mégis elfogadni a kemény valutát. És ezért például elkezdtek szervezni úgynevezett ilyen balatoni brigádokat, ugye erről egyébként a Dalos Sándornak is van egyébként egy nagyon érdekes könyve, ami egy ilyen kicsit félfikciós, illetve a későbbiekben is csináltak ezzel kapcsolatban kutatásokat már a, a, történészek. A lényege az az volt, hogy pontosan azért, mert a butikos még a, a, tájszólást is, illetve az akcentust is ki tudta szűrni, ezért olyan családokat hoztak létre, ahol például a féri mondjuk rendőr volt Magyarországon, és a kis autós táskájával hiába volt egyébként feltűnő kiboxolt Kiboxolt autós táska. Kiboxszolt autós táska, illetve ugye ez a térdig húzott teniszzokné, ugye amire egy szandát vett föl, amivel már rögtön ö, ö, egy nagyon fajta a ízvilágot teremtett meg, de mellette ott volt mondjuk az a rendes ndk 20 állambiztonsági tiszt, akit ugye átimportáltunk az NDK-ból, és neki nem volt akcentusa, és vele meg lehetett beszélni. De ugye erre is nagyon gyorsan rájöttek a balatoni lobbyerővel rendelkező boltosok, és pontosan ezért szervezték ki, hogy ők pult alatt sem váltanak. Mert ha véletlenül bejönnek, és főrúgják az egész boltot, és azt mondják, hogy pakoljatok ki, na akkor, akkor így is úgy is borult volna a így viszont az egész, hát hogy is mondjam, csak sokkal védettebb, és ez, és ez egy sokkal hasznosabb technika volt, úgyhogy erre, erre mindenképpen figyelni kell, de hogy ne kanyarodjak el tényleg nagyon abból, amit eredetileg akarták kérdezni. Így van, tehát ez a pörgetés, ez egyrészt ez, ezt, ezt is jelentette, illetve a pörgetésnek volt ugye egy olyan vonala is, hogy, hogy például, mondjuk amikor pénzt akar váltani egy ember, és mondjuk 50 darab 100 dollárosnak az átvételéről lenne szó, tehát mondjuk 5000 dollárt kellene megkapnia, akkor az a következőképpen történt, egy gumigyűrűvel ellátott köteget kapott meg a, a delikvens, vagy ahogy a, a mondják a madár, és ugye ezt a 49 darab százast gumiköteggel átadta neki, elkezdte számolni az ember, közben kiraktak egy figyelőt pontosan azért, hogy ő szín tényleg azt nézi, hogy a vásárló se érje kár a valuta váltás során, nehogy egy rendőr megbuktassa, és őt is devizagazdálkodás gazdálkodás megsértő béncsé ö, 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 hatája alá essen, és akkor egy büntetője elé nézzen. Na most elkezdi számolni a fickó, amikor leszámolja és közli, hogy figyelj, egy százas hiányzik, akkor átveszi az emberünk, és ahogy az emberünk elkezdi számolni, a figyelő jön, és színleg Ö, tanácsot ad arra, hogy picit ö, üljetek le, mindenki bújjon a műszerfal alá, hogy Fábri Sándor az itt a szabadságban ugye mondja, én bebújjak a műszerfalát, itt csináljatok, amit akartok, tehát ugye ez azért nagyon fontos, mert az alatt a két-három másodperc alatt lehetősége van arra, hogy ott a lába mellett egy másik köteget vegyen elő, aminek már csak a tetején van egy százas, az alatta lévő 48 az egy dolláros, ugyanúgy gumigyűrűs, azt visszaadja neki mondván, hogy megszámoltam valóban 49, és nagy kegyesen innen a mellén zseb elővesz még egy százast, és azzal színleg átad 50 darab 100 dolláros, de valójában csak 248 dollárt kap meg így a delikves, és miután elmegy, ugye ahogy egyébként ki van írva a CBA nál is, hogy a kasszától való távozás után reklamációt nem fogadunk el, itt nem csak, hogy reklamációt nem fogadunk el, hanem adott esetben a, a, a delikvens sem találjuk meg a következő 4-5 órában. Ez is, egy, ez is jellemző volt a korabeli Balatóra. Ha már itt a balatoni élményeimből fakadnak a kérdések, ugye mindig csodálkoztam a matracárusokon, hogy annyi matracárus van, és hogy ezek mind tud menni, tud működni. Ugye szerintem mindenki átélte az apu, aki volt apuka, vagy, vagy, a leendő apukáknak is lesz ilyen problémák, hogy kifújja ki föl a matracot. És amilyen nekünk volt matracunk annak idején, ezek ténylegesen valamikor a Kádár rendszerbe vásárolt matracok, vittük magunkat a 90-es évekbe is, és ugye vagy tüdőből dolgozol, vagy pedig azzal a pumpával, hogy ugye csak majdnem térdig, ugye? Bizony. Na most ilyenkor, amikor az apukák felfújják, én tökre megértettem azt, aki először akar bemenni ezzel a matracon apukaként. Tehát az, hogyha már én melosztam ezen a, ezen a matracon, a, a, ugye a számmal felfújja egyet, akkor már az első kör. Ami viszont a kérdés, az pedig az, hogy Miből van itt a 80-as években mondjuk a Balatonon pénz? Tehát nyilván mindenki matracból nem tudta főszedni a víkend, vagy pedig, hogy nálunk mondják, házra valót. Egyébként, ha már a matracokat mondod, de csak azért, hogy látszódjon, hogy én is próbálok a kérdésre fókuszálni, az muszáj egyébként megemlítenem, hogy itt egyébként a korszakban ugye nagyon sok olyan film is készült, amivel egy picit tendenciózusan akarták a Balatont népszerűsíteni. És a 60-as évek elején, egyébként egészen konkrétan a 64-ben készült egy olyan film, aminek az volt a címe, hogy Kár a ez ez Bánfrigyes rendezte, és ez egy, a, hát a mai értelemben sketch film volt, ugye nagyon ö, ö, érdekes kis történetekből állt össze az én kedvenc történetem. Egyébként, és Amiért én a matracokat fölemlegettem, amiről lelóg az apuka, az nem véletlen volt, csak nem akartam már akkor szétszakítani a beszélgetésnek a, az egyébként nagyon szoros fonalát, hogy hogy a Pécsi Sándor Balog Imre néven szerepel, és Szemes Marival együtt egy ilyen Balad, Budapest melletti agglomerációban lakik, ahol egy marha nagy autót tud vásárolni. Persze mindenki be akar szállni a kocsiba, és vele akar menni a fővárosba, nem pedig a tömegközlekedést használva. Ezzel úgy érezteti a, 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 a film forgatókönyvíróságát, a dramaturgiája, hogy hát ki van használva az, akinek ö, autója van, és hát akkor mégis mire lehet jó az autó, hát ha lemész vele balatonra. És ott látszik, és majd a, a kedves ö, hallgatók figyelmébe ajánlom ezt a filmet, mert abból nagyon jól látszik az a problematika, amit te mondasz, hogy mire megérkeznek, és már mindenki elkezd szaladgálni, akkor neki még sátrat kell verni, akkor neki még fő kell fújni azt a, azt a matracot. Ugye a sátrat már akkor is egyébként nagyon érdekes, ez egy 64-es film, de már ebben a 64-es filmben is. Részeg német turisták löki ki egyébként a vascsapokat, amivel le van ugye, átsolva az a, az a sátor. És valami oknál fogva már akkor is így van, hogy ö, este úgy, hogy a, a, a főzéshez ő vágja a fát, ő fújta föl, ő rakja össze az egész. Ö, 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 sátorhely rész. utána este még a Szemes Maria felesége szeretné, hogy elvigye szórakozni. Neki már ugye se kedve, se pénze nincs egyébként, de akkor még ugye a szörényi Pontosan, pontosan. Sőt, a gyerek után kell rohangálni, mert ugye ő tönkre a többi embernek a sákrát, vagy valamit elvesz, amit ugye, mivel ő is magyar állampolgár, ugye próbál ellentételezni, hogy ebből ne legyen nagyobb baj. És hát ő már szinte szegény Pécsi Sándor Isten már, már elalszik az asztalnál, miközben a felesége egy gin Minni, ami elég drága, és közben szörényi levente szólna. Na, de azért, hogy látszódjon, hogy én ezt fölépítettem, ezt a bejékelést, a džin miatt akarnám fölhozni, hogy természetesen itt olyan dolgokra is kell gondolni, tehát hogy a 80-as évek miből volt, és nem a matracból volt, hát a jean például. De ezt, ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy önmagában a, a, az italfeleségeknek a, a világa az, ami ö, ami, ami igazából meghatározó, volt egy olyan ital, hogy Gin Fizz. Ez a Gin Fizz, ez egy ilyen ala, gin alapú koktél volt, és lényegében már vendéglátósok ezzel is játszottak, hogy ebbe mennyi volt a limonádé, és mennyi volt a valóban magas árfekvésű gin. Egyébként itt a Szemes Mari is pont azt ö, ö, jedzi a Pécsi Sándorra hogy amilyen drága, annyira kevés érzem, kéne inni még egyet. És ugye ezt, ezt azért is mondom ennyire ö, hangsúlyosan, mert például ezt a Gin Fizz italt, ezt a belügyesek is sokszor megemlítették, hogy hát lényegében limonádét árulnak a dzsináráért, és hogy, és hogy eljussunk a mához is akár, ugye például az a szlávi búcsú, akit bebetonozva megtalálnak ugye a főváros területén a, a magyar rendőrök, a 90-es évek ugye Balatoni királyát, ő például a Balaton-Almádi panoráma diszkó volt az, ahol neki például egy törzshelye volt, és egyébként azzal a vossal a Györgyel mondjuk úgy, hogy üzem közösen, akinek ugye egy csomó balatoni ingatlanát, illetve szálloda a vendéglátóipari egységét, most a jelenlegi helyzetben ugye úgy néz ki, hogy egy egy másik vállalkozó, aki eddig a gáziparban dolgozott, veszi át, és ugye a HVG-nek az a nagyon emblematikus címoldala az Aranypart, ugye arról rárulkodik, hogy hogy kiszorulnak ezek az emberek, de hát itt nagyon komoly helyek voltak, tehát itt volt a rendezvous, a paradízó, a bankok, a trojka, tehát itt voltak olyan helyek, ahol bizony már akkor lehetett mulatni, illetve a 80-as években ennek a, a lényege még inkább abban volt testet ölthető, hogy nem annyira a nightcluboknak, nightkluboknak az elterjedése, mint inkább ezeknek az úgynevezett csárdáknak. Mm. Ugye ez azért volt nagyon fontos, mert ebben az időszakban a, a két Németország az ugye itt találkozott. Ez tényleg nem egy elhanyagolható problematika. Én például akkor, amikor a, a Diósi Pállal beszélgettem erről a, a könyv tervezettéről, akkor a Diósi az, mondta nekem, hogy ő például azért ö, ö, próbálkozott ezzel a könyvvel, mert lement ö, a, a Balaton környéki vállalatokhoz, illetve ilyen turisztikai ö, vállalatokhoz, és azt, azt, azt tapasztalt, hogy azt mondják neki, hogy amíg az Anschluss nem következett be, addig például osztrák és német ö, rokonok, Szívesebben találkoztak a Balaton környékén. És, ő, és ez az ember, aki ezt mondta neki, ő mondta azt, hogy az NSK és az NDK szétválasztása, az valójában a magyar turizmusnak egy olyan gyönyörű lehetőséget biztosít, ami egyed, ami esetleges egységesülés esetén teljesen el fog lehetetlenülni, tehát a 90-es évekre emlegetett nightclub túlsúly, az itt még a 80-as években inkább ezzel a csárda hangulattal volt fontos, mert egyrészt ezek a németek tudtak találkozni, rokoni kapcsolatok, baráti kapcsolatoknak a megerősödését elő tudták segíteni, és ott még sokkal nagyobb stílusa volt egy NSK-snak, egy tradicionális és magyar hangulat, tehát hogy a Bánhidi Laci bácsi csatogó ostorral egy kiégett kocsinál, ugye mondja azt, hogy ungaris a virtus. Világos, aztán a, volt az éjszakának is egy másik jeleg. Így van, ez meg az ötfős csöppiből volt de, ez a film, amit mondtam. Ungaris virtus. Na, hogy mennyire szereted a hekket, meg hogy hogyan alakult a 90-es évek a Balatoni alvilága, majdnem Budapestit mondtam, de majd a kettő között van átfedés bizonyos van, értelemben, arról majd a hírek után. Konkrét, közéleti és politikai egy óra. Áltények, mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora. És már folytatódik is a Konkrét Mégpedillen. Azzal a kérdéskörrel folytatjuk, amivel szerintem mindannyian beleütközünk így a nyár, kapcsán megérkezik tendenciózusról visszatérően a lángosára, meg a hekkára típusú újságíró, újságírói nyilvánosságbéli beszámolók, hogy ezek a, azt ezek a cikkek annyiba is maradnak, a drágulást, vagy éppen csak bele, hogyha az kevesebb az ár, akkor azt regisztráljuk, erre vonatkozó kommentek, amelyek elindulnak a Balaton környéki sztereotípiákat illetően ciklikusan érkeznek, hogy ezt a fajta eljárás, vagy menetrendet mirelites infralámpás újságírás problematikájának fogalmazta, vagy problematikájaként fogalmazta meg Kardos Gábor éppen egy évvel ezelőtt az azonnali megjelent írásában a köri, Balatoni kör egyik alapítója, itt van már a vonalban, jó napot kívánok, köszöntöm. Szép jó napot mindenkinek! Hát mi is ez a mirelitas infralámpás újságírás, ami, ha jól értem, akkor erőteljesen leegyszerűsíti, sztereotipalizálja, de legalábbis nem visz közelebb a balatoni kortás, balaton megértéséhez. Úgy gondolom, hogy érdemes tükröt tartani, és a Balaton azt tulajdonképpen tükröt tart nekünk, hogy milyen a magyar társadalom állapota ebben a dologban is. Hogy hát sajnos az újságírók ugyanúgy felmelegítenek egy mirelit témát minden nyáron, tehát ugyanazt csinálják, mint a Mirelit Hack sütők, ö, és, és belerakják ugyanabba a panírba, és ugyanolyan zsírosan, olajosan elég rakják, anélkül, hogy komolyabban föltennénk a kérdéseket, hogy miért van, hogy mi az, ami mégiscsak ehhez képest változik vagy hogy egyáltalán mi lenne az értelmes cél ebben a témában. Ebben az az ér... a lényeges Ebben az értelemben akkor kevés dolog, ha jól értem, kevés dolgot tudhatunk meg a Balatoni üzleti modellről, vagy Balatoni üzleti Tendez. modellekről. Milyen üzleti modellekben kell gondolkoznunk, hiszen a valószínűsítető nagy rendszerváltás követően azért ez egy, ez egy fragmentálódott modellrendszerről beszélünk, amikor a Balatóról beszélünk a legegyszerűbb dolgot, hogy egy átlag magyar nyaraló úgy érzi, hogy neki alanyi jogon jár ez a retro kádári lángoshek hek nem tudom mi, szent ebédre a Balatonparton. Miközben, ha ugyanaz az ember elmegy nyaralni akár Horvátország vagy Olaszországba, akkor ugyanúgy, ahogy az ott szokás, nem a strandon fog ebédelni, hanem beül egy úgynevezett étterembe ebédelni. Kérdem én, ez a műfaj, tehát maga a műfaj ezt hogy nem bír kikopni tőlünk, hogy miért is kellene nekünk ebédelni egy strandon feltétlenül, hmm. vagy hogy a strandon ebédelünk, mert az viszont tény, hogy a Balaton parton nagyon nehezen találunk vízre néző olyan helyeket, ahol esetleg halat is lehet elni, talán halat, ami halat már az egy külön téma lenne, hogy miért nem lehet. Tehát az, amit minden vízparton megadnak a vízre érkező vendégnek, hogy végig sétálhasson egy kulturált korzon, kiválasztva a számára szimpatikus és pénztárcájának megfelelő helyet, ahova beül és a lemenő nap nézi fényében nézze, hogy milyen szép a tó, és közben legyen egy halat, amit frissen onnan fogtak ki aznap reggel. Most ez így, kb. ebben a sorrendben nem lehetséges a Onnál, Ennek nagyon sok és összes van, és már van nagyon sok jó hely, akik változtatnak ezen, de, de alapvetően strukturális problémáról van szó, és arról, hogy a mai napig borzasztó nehéz kivenni az emberek fejéből azt, hogy, ami egy tényleg hungarikum, tehát menjünk el a francia tengerpartokra, vagy a, a olasz tengerpartra, vagy Spanyolországba, nem, nem szokás. Igen. A strandon izét árulnak fagyit, meg csúroszt, meg nem tudom mit. De nem szokás háromfogásos ebédet tenni a nano. Hmm. A strukturális problémákra, vagy egyéb jellegű problémákra megoldása az, illetve kérem ön, hogy inkább ismertesse össze, hogy hatásvadászképpen, ugye hekkadó néven fogalmazódott meg, mi is ez a hekkadó, és kikesnek az adófizetőik adófizetés kötelezettsége alá, hogy ilyen bevezetésre kerülne? Igen tehát nagyon fontos lenne, hogy mivel strukturális problémáról van szó, egy szerkezet átalakításra lenne szükség. Tehát jelenleg nincsen normálisan működtethető üzleti modell erre a dologra, mert egy strandon, ahol 30-40 nap alatt kell megkeresni, kigazdálkodni azt az adott esetben másfél millió bérleti díjat, amit ott ki kell fizetni a helyért, onnantól kezdve már szinte csak a rablógazdálkodás marad, és föl sem ez az opció, tehát ilyen van néhány nagyon lelkes, fanatikus ember, aki minimális profittal dolgozva gyakorlatilag friss helyi alapanyagokból próbál dolgozni, de, de ezt az üzleti modellt akkor lehetne elterjeszteni, hogy egy komoly szerkezet átalakítási program lenne, és igenis azoknak kéne finanszírozni ezt, akik haszonérzi voltak, és esetleg most is azok a nem jól működő rabogazdálkodásra épülő modellnek. Mit kezdjük ez az a... Logikus. A... Uh -huh. bocsánat, még Igen, annyit Igen. akartam hozzáfűzni, hogy a hek az tulajdonképpen Magyarországon nem egy halnak a neve, mert egyébként ezzel a hallal önmagában olyan nagy baj nem lenne, hanem annak a jelképe, hogy nekünk a farka és a legrosszabb minőség is jó lesz. Úgyhogy Compared to, so all both. Kardos Gábor eltűnt az étterbe, valószínűleg térerő problémák, viszont javaslom a hallgatóknak az írását, amelyet egy év az azonnali jegyzett Balotan a vidék sikersztoria vagy botányos tömegturizmus teszi fel a szerző a kérdést, egy ma, közel egy éves írás aktualitása továbbra is megvan neki. a Tamás kriminológussal folytatjuk a stúdióba, ott hagytuk abba, Tamás, hogy a bűnözés tekintetében rádbízom a léptéket, hogy most ez a 90-es évek, 2000-es évek nyilvánvalóan itt majd valamiféle idővonalat nekünk fel skicelsz. A Balaton az a Budapestnek, a, hogy is mondjam, a, a terméke alvilági szempontból, tehát itt ilyen átjárások vannak, vagy egy teljesen külön univerzumot kell elképzelnünk a bűnözés bűntársadalom tekintetében, akkor azt mondjuk, hogy Balaton. Igen, nézd, ugye ez azért nagyon fontos kérdés, mert, mert itt is lehetne az az igazság, és majd meg is próbálok olyan mondatokat mondani, amik aztán lehet, hogy. Ö, ö, Érdeklődésre számot tarthatnak, mert, mert, mert milyen szép az, hogy itt az előbb a, a, a kolléga is miután kiderült, hogy a farka is jó nekünk a heknek utána tűnt el az étterben, de hogy ezek azért fontos kérdések szerintem, én azt gondolom, mert, mert valamennyire nyilvánvalóan a terméke természetesen, tehát hogy hogy ezt mondjuk úgy, hogy jól gondolod, ez, ez azért is nagyon lényeges kérdés, mert akkor, amikor én mondtam neked ezt a, vagy itt beszéltünk már erről, hogy a, hogy a déli part és az északi partnak is a különbség tevése. Nyilvánvalóan teljesen egyértelmű az, hogy az északi part volt a gazdagabb, a fontosabb, a jobb. És itt most nem is csak arra gondolok egyébként, hogy, hogy az északi parton voltak olyan részek egyébként, a, ami, ami effektíve mondjuk úgy, hogy az értelmiségnek a, 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 a teritoriuma, tehát itt a Káli Medence és társaira gondolok hanem önmagában arra, hogy például az a szlávi búcsú, akiről mi itt beszélünk, aki saját magát is szeretett a Balaton királyának nevezni, ő neki például a Füreden volt a minibár, az volt az egyik, hogy is mondjam, törshelye, ahol egyébként volt olyan ö, alkalom, hogy azon túl, hogy egyébként egy ilyen nevezetes és sikeres hely volt, volt olyan, hogy egy budaörsi bodybuildert, a nagy Tibort azt ott teljes mértékben nagyon verték. És ugye ebből nem lett komolyabb probléma. Akkor, amikor pedig a szlávi eljárás alá kerül, és úgy néz ki, hogy nagyon sok év is vár rá. Na akkor viszont a, a Boros Tamásék, akkor ő neki ugye beceneve az óriás Tamás volt, ugye, akit az ez utcában fölrobbantanak. Ő az oroszokkal összeállva nagyon jól ö, levette azt, hogy itt viszont van most egy lehetőség, be lehetne jutni a, a, a Balaton környéki területekre, és ott Keszthely volt például az ő központja, és igazából a, a, a keleti ö, és még inkább a déli partot próbál meg teljes mértékben bekebelezni, és ezzel majd a későbbiekben egy olyan ugrópontot megszerezni, ahonnan ki lehet szorítani ö, a, 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 a szlávi bulcsút. De ö, hogy egyébként teljes legyen a kör, és ne legyen az az érzés az embernek, hogy csak részletekről beszélünk, a 2000-es évek derekán, ugye amikor például az úgynevezett kecskeméti maffia per ö, megindul és elhíresül, ugye ott a, az arra szolgál, hogy a Radnai László és társai egy olyan bűncselekményt akarnak véghez vinni, hogy jugoszláv fegyverekkel, szerb bűnözőkkel való együttműködésben, akik velük szemben sokkal közlékenyebbek voltak úgy nézett ki a hatóságokkal, fel akarták robbantani, vagy egyszerűen csak decensen szólva, emmentális hajtot próbáltak csinálni Túri Tibor és társaiból. Túri Tibor egyébként szintén azért kapcsolatban volt ilyen különböző bűnözőnek is tekinthető személyekkel, illetve hát ő maga is voltam, hogy kézigránáttal próbált megoldani problématikákat. De hogy az látszik, hogy ott a Kecskeméti Maffia Per, ami egy, egy állópont volt, egy egy lényegében egy felvétel, abból a rendőrök próbáltak valamilyen fajta hosszabb, folyamatos bűncselekmény sorozatot csinálni, ami nagyon nehéz volt, mert ez egy egyszeri adásvétel volt, és ennek a fegyvereknek a beszerzését kizárólag csak az szolgálta, hogy ott el lehessen távolítani Turi Tibor ö, és társait és az egész körny környezetét. És ez miért volt fontos? Azért, hogy, hogy, hogy megszerezzék a Balaton teljes területét. És lényegében ma, amikor már mondjuk a HVG is hozza azokat a cikkeket, hogy nem csak a Vossalát, akit itt az előbb már megidéztünk, hanem más korábban a, a Balaton környékén nagyhatalmú szemét, Boris Szandrás társait egyre inkább szorítják ki, és mondjuk mondjuk a, a sümegi ö, várkapitánynak is ö, ö, komolyabb kapcsolattartást kell megvalósítani, ahogy pozíciójánál maradjon, akkor az derül ki, hogy ezek a 90-es évekbeli technikák, azok alapvetően egy rablóbb gazdálkodásra voltak jellemzőek, és ma az egészet egyfajta politikai, ö, gazdasági kapcsolatokkal és gasztronómiai kapcsolatokkal, hiszen a Bokuszdór az nem véletlenül ö, fontos, és az, és az egész tücsökét a, 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 a kategóriája, tehát egyrészt egy elit szórakozásnak a, a, a karakterisztikus megteremtése, másrészt pedig egy olyan monopolisztikus vagy oligopol működésnek a kialakítása, ahol ennek a rabló gazdálkodásos ö, működésnek már nincs lehetősége. Tehát ezzel azt mondod, hogy a jelenlegi Balatoni ahogy fogalmaztam korábban, politikai kapitalista, vagy úgy akkor bűntársadalmi viszonyai sokkal inkább átláthatóbbak, mint a 90-es éveké. Volt, amire azt mondja Flipper öcsi, hogy a 90-es évek abban ott olyan könnyen nem lehetett közlekedni. Valóban nem lehetett sűrű levegő volt. Sűrű volt a levegő, valóban sűrű volt a levegő. Én azt mondanám Flipper öcsi szavaival, ö, szegény szintén Isten nyugosztalja, hogy egyébként a, a, az isztambuli taxim téren volt még a, ö, ugyanilyen forgalom, mint a 90-es években. És nem csak ennek a damaszkuszi vonalát tekintve, hanem ahogy egyébként ezek a drága isztambuli ö, autóvezetők sem igazán szeretik ezeket a ö, ö, ezeket a szagatott vonalas felfestéseket, amiket úgysávnak hívunk, és mindenhova jönnek-mennek, ugyanígy kígyóztak, hogy, ha már ö, klasszikusokat kígyóztak ezek a személyek is. Ami igaz, az az, hogy valóban egy picit átláthatóbb abban az értelemben, hogy ma például Posgai Rebeka a HVG-től ezeket le fogja tudni, és le is tudta írni. A 90-es években egyébként a Szlávi Búcsú ugyanúgy elmondta Nikkezdorfi vállalkozóknak és más személyeknek, hogy hát én bizony adtam pénzt az MDF-nek. Tehát ne legyenek kétségeink, a 90-es évek gazdálkodásában is volt olyan közvetlen politikai kapcsolat, amit egyébként ezek a vállalkozók, illetve bűnözők fel tudtak használni, amivel élni tudtak. Az egy másik dolog, hogy az akkori időszaknak egy nagyon jellemző dolga az, hogy nincsenek megkérdőjelezhető tekintély, megkérdőjelezhetetlen tekintélyek hosszú távon. Ami alatt azt értem, hogy az egymás teritoriumába való, mondjuk úgy, hogy határvillongások, amik így megjelenhetnek, mint mondjuk anno Hofi Kabaréiban, ugye a, 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 a kínai ö, ö, szovjet határvonalon, hogy ugye merre van a csősz, és itt ugyanitt ez a problematika fölmerül, és igazából a 90-es évek leszámolásaiban, hogy miért lehetett a Balaton ennyire Előtérben a Budapest és környéke, tehát Tahitot falu vagy Szentendre mellett a Balaton környéki kifejezetten presztízs jellegű vagy bosszúálló uh, robbantások, leszámolásoknak miért lehetett a homlokterében, az pont ez, hogy ezeket, ezek, ezek státusz uh, szimbólumok is voltak, és volt olyan, előfordult, hogy a kis bandinak például volt szórakozó helye a Balatonon, először elindul a balhé a pipacsban, és lemennek a Balaton környékére, és ott még adott esetben Tehát italok és elő... kábítószerek fogyasztása közben ezt egy ilyen hosszabb ENSZ mutatják ma már be, meg nyilván a, a, a lakatos András is, de hogy, de hogy oda. Tehát lelitték. azt kell mondani, hogy elindul Budapesten az okoskodás, és akkor utána az áttevődik, át, át még ugyanaz a pészak a Balatóra a folytatása. Volt ilyen, volt ilyen, erről maga a Kisbandi is meg tudott volt nyilatkozni, és ugye ez azért volt nagyon fontos, mert például a Kisbandinak mindig is volt annyi arányérzéke és gömbérzéke, hogy tudta, hogy ha itt valami nagyobb erős leszámolás van, akkor az ártani fog az üzletnek. Ezért menjünk csak le, ott én tudok szerezni ukrán-orosz prostituáltakat, ha akar jegyzem, meg a szlávi búcsúnak se okozott ez gondot, és ugye innen nézve már ezeknek a konfliktusoknak a lerendezése sokkal egyszerűbb, mint ott a fővárosban kést rántani, vagy fegyvert fogni, vagy mondjuk úgy, hogy ezt az úgynevezett erőszpontosítás képpen ott felvonulni és problémákat a csinálni. A Veszpré Veszprém megyei kapitányságok nincsenek fölkészülve ezekre a jellegű dolgokra, jobban le lehet akkor a dolgot terelni. Hát nem csak az, hogy nincsenek rá fölkészülve, mert azért adott esetben a, a, a hogy voltak olyan akár városi kapitányok is, akik egyébként nagyon jól végezték aha, a munkájukat. Aha. Inkább az van, hogy ott, ott nagyobb az eltűnés lehetősége, Igen. mert ott egy ilyen nightclubban, ott a hátsó részben nem igazából jelent ez problémát, könnyebb eltűnni. Nincs annyira szem előtt Igen. az ember, a közterületre, ha ki is megy, hajnali kettő és három között, ott senkit nem fog megzavarni, és még nem is lesz olyan, hogy a négyes, hatos vagy egy éjszakai busz sofőrje véletlenül azt látná, hogy mondjuk valakit hasonló szúrnak. És a másik, ami nagyon fontos ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy hogy ezek a budapesti vendéglátó ipari egységek ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy tulajdonosi kör szintjén álltak egymással kapcsolatban, mert az elején egyébként picit félreérthetően fogalmaztam, tehát például a trojka, amit a felsoráson végén mondtam, az, az egyébként Budapesten volt, és az egyébként a Prisztásnak volt a, a helye, de azért említettem meg, mert a, a Prisztás például pont a, a Szlávival nagyon jó kapcsolatot tápolt, és az, hogy egyébként ott ö, a, 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 a tehát, hogy a trojka után helyet nyissanak Balatonon, és ugyanazzal a me, mechanizációval és franchise módon ott is kialakítsanak egyet, ez tervbe volt, de azt azért meg kell említeni a hallgatók érdekében, hogy azért ennek az alapja, és a lényege az egyébként a, a trojka az Pesten, az Andrásin volt. Hogy Kicsit keretezően a beszélgetés, ugye itt eljutottunk a nagy kutyákig alapvetően, és indultuk a kiskutyáktól, tehát abban az értelemben, hogy a, hogy a bicskázók, vagy a ki, ki, ki szabják a zsebedet, és kiveszik belőle. Igen, ezek a, a Igen, ez ugyanaz az időszak, amikor nem tudom, emlékszel még, hogy nagyon sok férfi, mint a, mint a Dallas Vajok, így összegyűjtött ilyen fémmel a pénzt. Tehát, hogy ilyen így van, így van ilyen mágnessel, így van, így van. Azt hiszem, hogy valahol a mindent észre lehetett abban az időszakban, ami igazából megkérdezi, hogy a gyerekkoromból hogyan lett felnőtt kor. Tehát, hogy, ott, a 90-es évek zenéje is olyan, aminek azért egy időben eltartanak 5-6 fiú a budapesti disztukok. Tehát, hogy belegondolsz, ez így, ez ugye az egy ilyen nagyon ráción kívül, hogy ez hogyan működött ez az egész. Illetve ugye a strandoknak ez ezek a színpadai is azért az utána eltartották, ugye, mert amennyiben a, a hakni, ugye az egy nagyon fontos része volt ezeknek a fiúzenekaroknak, még akkor is, hogyha ugye a szegény Hoffi Neked volt is valamelyik fiúzenek? Nem mered bemondani persze. Nem, nem, én sajnos ezt, én az az igazság, hogy mivel én ö, édesapám révén nagyon sokat ültem ö, szolgálati gépkocsikban, a Sláger Rádió ment, tehát nekem a Subbase Monster és társainak a megismeréséhez már régen általános iskolásnak kellett lennem. Én a Proku 3 tudtam nagyon sokat, illetve azokról a, mint az így szólt hozzám a dédapám, és az LGT tudtam nagyon jól. A Balaton volt egy jellegzetessége, hogy ugye nagy, nagy hangfalakból jön fölül a zene. Így van. És akkor meghalad a szomorú szamurát, akkor inkább bemaradsz a vízbe még zárás után is. Ha ez biztos. van kint, akkor inkább bemaradsz. Az biztos, az biztos, csak ugye itt is föl kell említeni azt, hogy hát a déli parton ugye olyan sekély a víz, hogy nagyon sok Jézussal találkozol. Tehát nem, nem, sikerül az se egyébként, mert nem tudsz olyan mélyre menni, mert akkor már fönn vagy tihanynál. Tehát, hogy akkor már, akkor vagy bocsánat, akkor már fönn vagy fürednél, tehát akkor az, már, az már nem fog működni. És a másik, ami nagyon fontos, amit mondasz, ez az egész marketszolás, hogy tényleg. Ugye ennek az egésznek a világát egyébként az 50- es 60-as években az is megteremtette, hogy akkor valóban olyan turisztikai célponttá kezdte el tenni a magyar államhatalom is, és ez azért nagyon fontos, mert az állam szocializmus arra rájött, hogy egyébként turizmust kell generálni. Szociális, szociális a turizmusról beszélünk. Szocialista turizmusról beszélünk először, és aztán utána jön a Valóta. De ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha, ha, ha emlékeznek a kedves hallgatók, ugye 63 körszálló, utána jön az Interkontinentál, utána föl a várban a Hilton. És ugye már akkor ö, ö, van az a városi legenda, hogy 68-ban az Interkontinentál átadásánál az Erkéjen azt mondja ö, Kádár János, átnéz ö, és átmutat a várba, hogy oda még kéne egy hotel, ugye a Hilton. És ugye ez alapozza meg azt, hogy arról beszélgessünk, hogy oda bizony kellenek, oda bizony kellenek nyugati turisták de egyébként a, a, a csak a hétköznapi világát. Tehát például jártak ott le Balaton környékére fiatalkorúak, Aszódról például, ez 56 ö, 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 szeptemberében derült ki, Sós Károly és társai, Aszódról összeszedett fiatal gyerekeket, ezek egyre zsebmetszők voltak, szivarzsebbe, meg kisebb zsebekbe tanultak meg benyúlni, volt olyan, aki horgászbottal dolgozott, és volt olyan is, aki effektíve a betöréseket, a vikendház betöréseket csinálta, ugye itt volt

Voltam, hogy zártörés, akkor utána volt, hogy zárfésülés, és utána már álkulcs. Ugye ez most a hallgatók számára, ezt csak azért mondom, mert minden egyes esetben, amikor visszatapsolták az elkövetőt egy pár évre, hogy csücsüljön, akkor addig tovább tudtak képezni magát. Mert az asszódi javítóban is egyébként az derült ki a rendőrök számára, hogy hiába rendelnek oda könyveket a, a nevelők, meg hiába vannak foglalkozások, valójában a, a közeli és a jövőbeni bűncselekmények elkövetéseiről trécselnek. Mert hát ugye hol tartják? hogy a magyarok a megtakarításait abban az időszakban nem ilyen olyan takarékban, hanem leviszi a vikend házba, vagy például pedig az van. Van. szereted a hekket? sajnos csak a farkát, de az az igazság, hogy én, én inkább maradok a vislinél, és a, a, a jó a aranygaluskás perkeltnél, mert az még nagyobb izzadságot csinál az egyébként is erős melegben. Akkor viszont nem hívlak meg, ezzel most poroltam. Ez volt erre a hétre a kókét. Besenyi Tamásra köszönöm szépen, hogy itt voltál köszönöm, én is egyébként szerettem a helyeket akkor. Most már mindegy. Kardos Gábornak szintén, aki rendelkezésünkre állt, műsor elkészítésével segítségemre volt Árva Brigitta és Burger Lajos. Jövő héten a szokott időben ismét találkozunk.